Hát a rezsiharc egy újabb érdekes állomásához érkeztünk az utóbbi napokban. Ugye eddig Németh Szilárdot mindig úgy láttuk, hallottuk nyilatkozni, hogy küzd azért, hogy az emberek megélhetése minél könnyebb és jobb legyen. Ehhez képest olyan hírek derültek ki az utóbbi napokban, hogy minthogyha inkább a saját zsebük tömködésével lennének elfoglalva Németh Szilárd és munkatársai. Új szintre érkeztünk, hiszen Németh Szilárd maga javasolta azt, még a tavalyi évben, hogy a fogyasztóvédelmi törvényt változtassák meg, módosítsák olyan értelemben, hogy minden egyes olyan cégnek, amelyik kereskedelemmel vagy közszolgáltatással foglalkozik, kötelező legyen úgynevezett fogyasztóvédelmi szakreferenst alkalmazni. Hogy pontosan ez milyen okra vezethető vissza, az már nehéz kibogozni, az biztos, hogy valamikor 2013 nyarán elkezdte emlegetni gyakran Németh Szilárd, hogy a cégek nem nagyon akarják végrehajtani a rezsi átverési akcióját, de hogy ebből hogy lett ilyen kibővített törvénymódosítás, igazából erről információnk nincs, az biztos, hogy a törvénymódosítás hatására minden olyan cégnek, amelyik nem tartozik a KKV kategóriába, tehát 250 embernél többet foglalkoztat, kereskedelemmel vagy közszolgáltatással foglalkozik, kötelező ilyen fogyasztóvédelmi szakreferenst alkalmazni. Ugye ez a szakma nem túlságosan széles. Nagyon kevés fogyasztóvédelmi szakember van az országban, tehát egy új képzést kellett erre indítani. És hát csodák csodájára, vajon milyen cég volt az, amelyik először úgy gondolta, hogy erre a piacra belép? Hát egy úgynevezett fogyasztóvédelmi referens képző és közvetítő központ Kft. Volt az első, aki már akkor beadta a cégbírósághoz az alapító okiratait, amikor még a törvény el se volt fogadva. Akkor ütötte le a pecsétet a cégbíróság a bejegyzési kérelemre, amelyik nap elfogadták ezt a törvénymódosítást. És innentől kezdve még tovább bonyolódik a dolog, ugyanis kiderült, hogy ennek a cégnek az ügyvezetője és tulajdonosa egy asztalosné Miklós Julianna nevű hölgy, akinek a fiát Asztalos Dávidnak hívják. Asztalos Dávidot onnan ismerjük, hogy a 12. kerületi Fidelitásnak az elnöke, nem mellesleg egyébként Németh Szilárd rezsi munkabizottságának a tagja, és egyébként azt is tudjuk az okiratokból, hogy ő maga személyesen fizette be ennek a bizonyos fogyasztóvédelmi referens képző és közvetítő központ Kft.-nek az alapításhoz szükséges illetékét. A számlán az ő neve szerepel. Másrészt egy másik hölgy is van még, aki szóba került ennek az ügynek kapcsán, mégpedig egy Barkó Ivett nevű hölgy, aki szintén egyébként tagja a 17. kerületi Fidelitásnak, és hát az ő irodája is egyébként a képviselőházban pár ajtóval Németh Szilárd irodája mellett van. Tehát azért mondjuk azt, hogy új szintre érkezett a rezsiharc, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a fideszesek és a fidelitásosok a saját cégeiket próbálják meg pozícióba hozni. Pont ugyanaz történik, mint annak idején a trafikmutyi kapcsán, mint a földbérleti pályázatok kapcsán. Ugyanúgy próbálják lenyúlni a pénzt, mint annak idején, és mostanában is még a közgéppel teszik, amikor állami pénzzel tömik ki a közgépet. Ugye azt tudni kell erről a bizniszről, hogy hatalmas összegről beszélünk. Itt több 100 millió forintról van szó. Nagyjából 2-3 ezer fogyasztóvédelmi szakreferenst kell kiképezni rapid módon idén nyárig. A piaci árait megnézzük ezeknek a képzéseknek, 100 órás képzésekről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy 300 ezer forintot kell minden egyes képzés után kifizetni. Ez azt jelenti, hogy több 100 millió forintot fognak saját érdekeltségükbe tartozó cégekhez juttatni. Mi azt szeretnénk, hogyha Németh Szilárd szint vallana azzal kapcsolatban, hogy egészen pontosan milyen kapcsolatban áll ő Asztalos Dáviddal, igaz-e, hogy a pénzt így voltak éppen saját cégeikhez juttatják, és feltennénk még azt a kérdést, hogy esetleg majd ezt megpróbálják-e kifüggeszteni ugyanúgy a társasházakban, mint annak idején a rezsicsökkentés kapcsán törvényben kötelezték a társasházakat erre. Köszönöm szépen.
Szép jó napot kívánok, Gréczi Zsolt vagyok, a Demokratikus Koalíció szóvivője. Az előbb elhangzottakhoz annyit tennék hozzá, hogy ugyancsak szeretnénk, hogyha kifüggesztené a Fidesz a családi házak és mindenféle lakóépületek és ingatlanok ajtajára, falára, hogy Németh Szilárd még mindig nem válaszolt néhány fontos kérdésre. Felszólítjuk tehát Németh Szilárdot arra, hogy feleljen, miként lopott el a Fidesz 10%-os gázárcsökkentést a magyar emberektől, hogyan pumpálja ki a fideszes kasszába az olcsó gázból adódó nyereséget egy offshore cég. Mint ismeretes, 3 év alatt 100 milliárd forintot vettek el a magyar családoktól azzal, hogy az olcsó gázt az MVM nem a lakosságnak szolgáltatta, hanem egy offshore cégnek adta el, ami aztán jóval drágában adta tovább az embereknek. Ez a cég pedig szorosan köthető a Fideszhez, Garancsi István a Videoton tulajdonosa révén. Nyilván itt is jobban teljesítenek a fiúk. Németh Szilárdnak, amíg teheti, a rezsihazugságot kellene megmagyaráznia, miként verték át a magyar embereket, miként vezették be azt a hazug rezsicsökkentést, ami a szegény embereken alig segít, Németh Szilárdon viszont jelentős megtakarítás jelent az ő számára. A fejlesztési tárca helyettes államtitkára szerint vannak még tartalékok a távhőárának csökkentésében. Ez egy mai hír, hát ezt a 100 milliárdot rögtön fel is ajánljuk arra, hogy ezt akkor vizsgálják át, és próbálják meg átcsoportosítani, hogy a rezsicsökkentésnek, ha már azt hazudják, hogy csökkentették, akkor legyen valami látszata, mert azt azért meg kell állapítanunk, hogy 2009-10-hez képest a rezsik nem csökkentek, hanem jelentősen nőttek Magyarországon, és ebben még csak a rezsit számoltuk bele, az élelmiszerek árát még csak bele sem kalkuláltuk.